Alkohol. A felnőttek az alkoholt leggyakrabban alkoholos italok formájában fogyasztják. Ha megfelelően kis mennyiségben isszák, akkor megtapasztalhatják az alkohol egészségre gyakorolt pozitív hatásait. Az alkohol ugyanis megemeli a vérben az úgynevezett jó koleszterin szintjét, amely tisztítja az erek falait, fokozza a vérkeringést, a vörösborról pedig köztudott, hogy jótékonyan hat a vérképzésre, az emésztésre és fokozza az étvágyat. A testünkön kívül a lelkünkre is üdítően hathat, hiszen jó hangulatot és a szorongás csökkenését okozza. Ha nagyobb mértékben fogyasztunk alkoholt, akkor hamar szembesülünk az alkohol negatív hatásaival. Az alkohol ugyanis a vérbe kerülve minden szervünkhöz eljut, így a központi idegrendszerbe is, ahol leginkább kifejti hatását. Lassítja az idegsejtek működését és az idegsejtek közötti kommunikációt, ezért az ittas ember mozgása lassabb és kevésbé koordinált, kezei remegnek és indulatait sem tudja megfelelően kezelni, ezért gyakrabban keveredik szóváltásba, verekedésbe. Jó, ha tudjátok, hogy az alkohol közvetlen hatását nagyon sok körülmény befolyásolja, például a szervezet és a májállapota, és egyes embereknél már viszonylag kis dózis is rendkívül komoly és káros folyamatokat indíthat be. Fontos kiemelni, hogy a nők szervezete érzékenyebb az alkoholbevitelre. A nők szervezetében a méregtelenítés lassabban zajlik. Várandós nőknél a vérben található alkohol a magzati keringésbe is átkerül, súlyosan károsítva a magzat fejlődését. Azt tudnotok kell, hogy a fiatalok szervezetére kiemelten káros az alkohol, mert lassítja a fejlődési folyamataitokat, koncentrációs zavarokat és a teljesítő képesség zuhanását okozhatja. Ha valaki rendszeresen fogyaszt nagyobb mennyiségű alkoholt és a hozzászokás is kialakult, alkoholizmusról beszélünk. A folyamatos és nagymértékű alkoholfogyasztás az idegrendszerben az idegsejtek károsodásához nagyszámú csökkenéséhez vezet. Mivel ezek nem képesek regenerálódni, ezért a folyamat elbutulással végződik. Emellett a hosszantartó, ismétlődő alkoholfogyasztás károsítja a hasnyálmirigyet, keringési panaszokat, magas vérnyomást, szívelégtelenséget, gyomorpanaszokat, rosszindulatú daganatokat és májzsugort okozhat. Az elvonási tünetek sokfélék lehetnek, de általában fokozott idegállapottal, görcsöléssel, remegéssel, vagy akár hallucinációkkal is járhatnak.